Na akkor viszont ezzel a lendülettel nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Nagyon sok idő maradt ki a streamekből, ez kizárólag miattam van, nagyon-nagyon sajnálom. Tehát rettentően sűrűek a napjaim, nem is okvetlen a család jellege okán, hanem azért, mert mindenféle szar most összejött, tehát konkrétan most kint voltam valahol a Dózsa-György úton, szénát hoztam a malacoknak, de az utat azt szétbaszták odafele menet, úgyhogy csak tipegve tudtam haladni, visszafelé menet, mivel egyirányú volt oda az út, visszafelé, ott nem tudtam jönni csak a kertek alatt, úgyhogy elment körülbelül 2 órám a napból csak abban, hogy közlekedtem oda-vissza, szörnyű volt, és ilyenekkel van tele mostanában az időm, úgyhogy ez sajnos most így bejött, viszont ettől függetlenül arra gondoltam, hogy az Immortals of Aeveumnak adjunk egy esélyt. 2 konkrét okból. Az egyik az, hogy nekem volt egy elég komoly kirohanásom néhány hónappal ezelőtt, talán láttátok azt a videómat, az Electronic Arts-ot az Immortals of Aeveum premierje kapcsán vettem elő, hogy hogyan van bőr a pofájukon egy indie játékot beárazni teljes áru játékra, és akkor innen levetítettem az összes problémámat a AAA szektorra, pontosan tudjátok az ezzel kapcsolatos álláspontomat, úgyhogy volt ezzel gondom nem kevés, egyébként érdekelt az Immortals of Aeveum, de nem annyiért, amennyiért az Electronic Arts ezt végeredményben meg akarta mutatni nekünk, vagy el akarta adni nekünk. Ez az egyik szempont. A másik viszont az, hogy az Immortals of Aeveum bekerült az áprilisi PlayStation Plus kínálatba, úgyhogy úgy voltam vele, hogy érdekelt is a játék, be is futott a játék, és egyébként már korábban beszéltem róla úgy, hogy tehát érintettem már egy másik téma kapcsán, úgyhogy igazából 2, 2,5, hát dagályosan szólva 3 ok is szólt amellett, hogy az Immortals of Aeveumot végül most elővegyem, úgy gondoltam, hogy akkor most nézzünk bele, és így streamelgetünk egy darabig. Őszinte leszek, mielőtt elindult volna a mostani közvetítésén, gondolkodtam azon, hogy hogyan tudom nektek felvezetni a jelenlegi állapotokat, meg körülményeket, hogy ez most így hogy megy, meg mi van, mi várható, stb. Őszinte leszek, nem tudok semmilyen konkrétumot mondani, nem tudok konkrétat arra illetőleg, hogy mikor lesznek streamek, hogy lesznek streamek, az az igazság, hogy akkor tudok és fogok streamelni, amikor tényleg úgy érzem, hogy nagyon-nagyon szeretnék. Ennél könnyebben és valahogy tematizáltabban körülírva nem tudom megmondani, hogy mikor lesznek streamek, amikor tényleg úgy érzem, hogy ezt most ki akarom adni magamból, és szeretnék egy adást csinálni. Leginkább ezt tudom, mert elsődleges számomra, hiába imádom a streameket, és hiába imádlak titeket, tehát akkor nézem a chatfalat, most is látok titeket, imádlak titeket, viszont nem tudok egyszerűen, nem tudom ezt prioritásba helyezni az Otherworld-os egyébkénti kontentek elé. Úgyhogy oda dolgozok most jelenleg 2 tartalmon, igen, holnap megyek egy harmadikat megnézni, az első Omen-nek a vetítésére. Mindegy, nem akarok ebbe belemenni. Immortals of Aeveum, én amondó vagyok, hogy kezdjünk is bele, és nézzünk rá, hogy itt konkrétan mi van. Most küldtem rátok egy kis hangot, remélem halljátok a játékot. Jól halljátok? Nem visszhangzik minden rendben? Minden okés? Tegyük fel, hogy igen. Nálad okés. Oké, ha szaftos muflonnál jó, akkor szerintem mindenkinél jó. Na. Hú, difficulty settings. Egyébként mindig izgalmas egy teljesen új játéknál difficulty-t választani, mert nem tudni, hogy a medium az mediumot jelente, vagy easy-t, vagy a medium az már megugorhatatlan számomra. Azt biztos, hogy nem fogunk alatt apprentice-en menni. A balanced experience that will challenge most players. Próbáljuk meg ezt, jó? Igazából ismerkedő jelleggel vágunk bele, aztán majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Külön nem akarom saját magamat megszivatni, és a ti élményeteket sem akarom elrontani, úgyhogy nézzük majd meg, hogy így mi jön össze. Van egy seb a világon. Világunkon. Aeveum középpontján, wound close larger, egy seb ragyog, napról napra ragyog. Threatening the swallow. Mind az 5 királyságot el fogja nyelni. Uralkodónk ezt ignorálja. Háborúzgatnak. Ha van remény, nem tőlük fog jönni. Tetszik. Oké,
egy kicsit lejjebb veszem a játék hangerejét. Remélem, így meg nem lesz túl halk. Most jó. Stripped of magic, the armies of Glaivegate fell. To Sandrak, the bold and terrible tyrant of Rayshard. They called him their ruler. His of east, west, and the horns of their ancestors trumpeted blood in protest. Hardcore. Hush. Passage to the sands of Oromon was secure. Szóval mi ilyen tolvajok vagyunk? Ennek ilyen lesz a tódus a végig? Jó, van egy ilyen Dungeons and Dragons betyárbecsület hangulata egy picit. Jó, picit feljebb vettem a hangerőt. Hú, de fura ez a dizájn. Ugye korall jelleggel vannak épületek a híd oldalán. Hát... nekem fura. Na, ezek már mi vagyunk. Ez Unreal Engine 5 volna. Fények szépek, de nem tudom, hogy ezt a Lumennek lehet-e köszönni, vagy... hogy ezt megkaptuk volna az Unreal Engine 4-től is. Fura, na mindegy. Na. Ott a guide-unk. Hú, de fura. Szépen lengenek a virágok. Oké. Did Caleb ever tell you his plans for this caper he's got in mind up in Topside? I think he just likes to say caper. 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 Ez a szokásos bebarangoljuk a környéket, és azzal elsajátítjuk az irányítás apraját nagyját. Ja, a double jump alapból megvan. Jó, ezt más játékokban el kell sajátítani, de nem baj, itt alapból megvan, nem para. Lehet, hogy a nehézségi szinthez van valami köze. Faszán néz ki a szőnyeg. De ronda! Hogy néz ki ez az arc, te jó ég? Viszont... balra tőle az a plakát, baromi jól néz ki. Ilyen Jar Jar Binks arca van ennek a csajnak, nem? There's talk of a bunch of airships coming into dock. Some hivers probably think they can make easy money unloading cargo. Maybe that's what they should have done instead of stealing from the hat guy. By any metric, értem, az engine önmagában nem volt meg mindent, ami a grafikához kell, de valahogy egy picit többre számítottam. Na itt már valamiből kapunk kézedítőt. Jó. Nektek ez tetszik? Mármint ez a város kidolgozás? Olyan fura. Itt megyünk fel. Hát nem lett tőszebb. So,
You gonna tell them? Akkor visszatadok. Maybe, I don't know. Feels late for it now. You made it late. Because I hate goodbyes. Na most már nagyjából ott vagyunk a játékkal, ahol voltunk az elején, amikor mondtátok, hogy halkítsuk le. Úgyhogy remélem most már jó lesz. What's up? You're in no hurry to get back. No. You're thinking how much you're going to miss this garbage heap. Please, would you? Don't call my home a garbage heap. I don't want to spend my life living above a bottomless hole in the ground, Jack. We don't technically know if the wound is totally bottomless. All signs point to yes. They'll be okay. Jó, ez a wound, amiről beszélnek, ez a seb, ez nem metafora volt, ami tényleg egy konkrét sebről van szó, amit a világban tátom. Oho. Aha, ott van valami. Egy ilyen fertő. Target practice. Why not? It's our civic duty as citizens of the Saren Underbridge. It's janitorial work. Probably would have made more money clearing off these large barnacles than we did at that play. Fair. You're all about duty right now, aren't you? Nice. You'll make a good soldier. I hear they give better uniforms to the lightest. Kurvára nem szimpik ezek a karakterek, nem tudom. There's a war, Jack. It's not about the uniform. Or maybe it's better boots. Cheese, Jack. Wait, what? Soldiers get to eat real cheese. Boots are just extra. Rasharn's got no idea what's coming. Make corporal, I can even buy land. A whole farm just full of boots. Look, I know I keep saying I get it, but I don't. Not really. You're the first person I've met that actually wants to fight in the Everwar. No one escapes the draft, Jack. They do all the time. You're not even going to try. Besides, I don't want to. Jó, hát eddig ez valami atomsablonos fantasy sztori. Exactly the same. Hogy a csórók, akik a híd alatt élnek, kizsákmányoltak, mellőzöttek, partvonalon hagyottak. Olyan, elkezdtek erre lövöldözni? Hú, bazd meg, de szar. Jó, ez automatikusan tár, az is. Nem kéne ezeknek a csápoknak visszahúzódniuk, hogy csak én vagyok ennyire fényes. Én nem tudom ezeket egyébként így minden estől, csak te csak bizonyos dolgokat tudok szétlőni, nem? A Magnus is like pow, bing, brr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 
tell me no magic as far as the Magnai are concerned. Jó, hát ezeket droppolnak ilyen kristályokat. Nem tudom, mennyire lesz érdemes ezeket gyűjtögetni. Ki fog derülni. Aha! Tehát minden, ami ragyog, azt lehet lőni. Hó, de fura. Baszki, be tudom tárazni a kezemet. Nem szörszál hasonkatásból, csak azért nézek szét, mert ugye Unreal Engine 5 alapú játék, tehát kíváncsi vagyok, na. És hát, jó. Hát. Jó, egyelőre nem vagyok elhúgva, de ez még nagyon a játék eleje, úgyhogy nem ez alapján akarom megítélni azt, amit látok. Na. Cutscene! Jack! No love for the boss? Come here. Are you leaving us? You turn 16 in the morning.
Tök durva egyébként belegondolni, min múlik, tehát milyen apróságokon múlik az, hogy, hogy szerethetőek lesznek a karakterek, vagy pedig ilyen... We're officially the worst street thieves in Saren. Hopefully Caleb redeems us. Dug this out of the back of Trotter's place. Fuck with me, yes. I guess we can act like it's cake. Oh no, you're not eating that. Shoo. Probably wise. Stew's almost ready anyway. Grab us some tubers from up top, Jack. Sure thing. Tubers? Let me know when Caleb gets here. I've got something I want to tell you all. Like that you're leaving us? Shut up, you. Egyébként lehet, hogy rosszkor kérdezem, de egyébként ez egy RPG? Vagy csak egy RPG elemeket is tartalmazó sima FPS? Szülinapi ragú. Na, kóstoljuk meg. And it's the snails that really seal the deal. Ez a négy egész jó. Hallgassuk meg, te mit mondasz. Stole some posters, adding them to my scrapbook. Wanna see? Sure. But what's with you stealing posters? It's part of the historical record, Jack. Join the fight. No thanks. This propaganda is going to rot your brain. Is that what happened to Luna? Brain rot? Is that why she's joining the Light's army in the morning and leaving us? Yes, sir. No, sir. No one escapes the draft, Babs. Plus, I really think Luna believes it's the right thing to do. Why is fighting in the Everwall the right thing to do? Look, I never said it was. And you better not tell Luna I said anything. She pretty much thinks I already have. Igen, a Blood Samurai, amit mondta, hogy a kislány az jobban néz ki. Érdekes, hogy a haverunk. Nézd meg, hogy a plakátok is milyen szépen kibannak dolgozva. Nézzétek meg azokat a karaktereket, meg hogy milyen szépen lengeti a posztert a szél. Jól néz ki, meg nézzétek meg ezeket. Azért ez faszán össze van hozva. Vannak, amik jól néznek ki. Lelőrek, te kecsi! Ez is megvan. Add ide az okleveledet is. Beszéljünk veled, mert még nem volt elég belőled. It's not like it was hard to figure out you're leaving. You're packing bags, you're crossing out days on the calendar, you're reading big fat official looking books of... What is it this time? The Officer's Manual of Light's Army Regulations. See? No way that gave away the store, right? What are you thinking? Would you rather fight 100-foot-tall crab or 101-foot-tall crabs? The day may come. Probably 100... Wait. A Veki crab or a... Crab. Don't overthink it. But Vekis are super aggressive. It's a fight. I don't know. If it's not about killing 100 regularly dispositioned crabs, I don't want any part of it. Nem tudom, srácok, ez az ökörködés kezd engem fárasztani. Seriously innocent. They just figured it out. Yeah, I know. I just don't want to know that they know. Not yet. De ez csak én vagyok. I'm sure we'll all act surprised when you finally tell us. I'm gonna. Just let me know when Caleb's back. I'll do it all in one big go. Babs is going to miss you. It'll be good for her. She'll be in charge before you know it. Already acts like she is. She's a natural. Jó, see you later. All right. See you at dinner. You bet. Na most megyünk free roamingba. Szóval így néz ki e vidék. Ezek is ezek forognak minden irányba. Na mindegy. Nézzük. Le tudok itt esni? Ja. Viszont gyors a respawn.
A zene viszont egész jó. Tudom ezt a banjo-t pengetni? Nem, pedig jól néz ki. Jack, just remember to be super supportive of her when she tells everyone at dinner. Jó. Oké. Főzni kéne valami faszát. Mindjárt action. Happy birthday, Luna. I hit it big tonight. Think fast. Your present, such as it is. What's that in it? Pentasod. No shit, I mean the swirly stuff. Looks like snow. What? Snow? I don't know, wintertime shit. They say it's in Kalthus all the time. Looks pretty as all. Oh. Caleb. Well, yeah. I'm sorry. Move your hand. Let me see. Constable got a lucky shot. I'll be damn it, Jack. It's not good. Did they follow you? You got yourself hurt over this thing. Careful, Caleb. Your guts are split. Why didn't you? I didn't want to ruin your birthday at all. That's dumb. Jack, come on. We need medicine. I've got an idea. Explain on the way. You guys watch him. Get the rags and the water and don't let him sleep. You know how to do this. We'll be quick. Okay, akkor ugrálunk. Futunk medicinát. I'm still making it up, but I'm pretty sure it's this way. You're making it up? It's gelling. Have faith. Caleb's gonna be all right. Ez valaki. Lőjük le a kecet. Mit tudok még itt szétlőni? Erre kell menni? Ó, itt van egy felvehető ilyen bízbasz. Tudom, hogy a haverunk haldoklik, de a dobozok nem lövik szét magukat. Jó, már menjünk akkor. Jó, felhívunk, köszi szépen 24 hónapot. That's the they'll kill you kind of place, Luna. Noble means rich. Rich means magic. Magic means... What? I don't know. Healing crystals or something. Drugs from topside. I mean... Olyan ronda ez a karakter, hogy ezt nem tudom szavakba önteni. És tudom, hogy unalmas, hogy ezen mindig kiakadok, de ki is fogok akadni, mert ez valami borzasztó. He'll have all kinds of medicine. It's a good play. You're saying something you're not saying. It's just, this kind of thing comes naturally to you. Like, it's so natural, you didn't even know what our plan was gonna be when we headed out, and now, bam! Here's how we're getting out of this. You're going to do great when I'm gone, Jack. I promise. Na, mit tudok itt felvenni? Ott bent. Pedig nem igazán érdekesek. Jó. Olyan, mintha tök ugyanazokon a területeken rohangálnánk. Masíroznak a katonák, lehet, hogy hozzánk jönnek. Your new best friends. Funny. Looks like they're in a hurry. What do you think they're doing here? I don't know. It's weird. Oké.
Kíváncsi vagyok, ezek az eszenciák miről fognak kelleni. Over there, that manor. That's where we're going. Huh. Okay then. Game face, Jack. Yep. Na lássuk. Jó. I don't know what any of this stuff is. What color is life magic? Life magic? Look, I don't know. I think it's green. Just look for green. Keres valami zöldet. Hú, bazd meg. Fú, de furák ezek a csillagások. Szóval tudom ezt lőni? Nézzük meg, mi van az emeletem. Szentély. Titkos szentély. A könyv, a könyves polc mögött. Milyen eredeti? Oh shit. You didn't say he was a Magnus. Do you know how to work a sigil? No, you don't either. Amíg ezt megbeszéltétek, én megoldottuk. Is that your definition of being careful or... Whoops. What are we gonna do with it? Wiggle it at Caleb? Maybe? What do you mean, maybe? No. Shit, let's get out of here. Run. Nem. Come on. Back on the bus, get the chicken. Egy hulla. Én így nyomom. Just for us? Saren's being attacked. Eren. What the? Oh, they want to escape. Sandrak's attacking the city. We have to get back to the others. Come on. We've got to get home. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ó, Janó, köszi szépen. Fussunk, fussunk, fussunk. Leszarom a civileket. Én így vagyok hős. There's a chance they're not dead. They know what to do in a raid. We made them practice. You did. I made jokes the whole time. Feel guilty later. Ah! Are you all right? Right. Right behind you. Almost there. It's just up ahead. Jók ezek a vörös textilek. Letéve így lehet látni, mindig merre kell menni. Persze megint a homeless-eket lövik fontról. I don't know what to do. It's shock. Don't let it in. How are you already a soldier? I'm just acting like I figure they act. Jack! Luna! Come on! Mennék, mi nem látjátok, hogy lehet közben harcolna? We can make it! Jack! Get down! Hoppa.
akkor a haverjaink. Ennyi volt. Gondolom az lesz az első boss. You aren't done here, asshole. What are you doing? Just run, Jack. It's okay. No, don't. Bocsánat. Hoppá, mire vagyok már képes helyet? Figyelj már oda! Hogy a berágok akkor ilyen világpusztítók leszek? Megkúrjátok fel az agyamat, mert megtízszerezem az XP-mat. Magával vitte a csaj. They have names for what you are. An unforeseen. A candle of Shaled. A child of the rivers. Lucky. In this case, yes. The next time it happens, it might kill you. We're driving the Rasharnians back from Saren. But you aren't safe here anymore. They'll hunt you down. You'll need help. Tarba el. Köszi. Máshogy nem is menne, csak You'll keményen. Help, Jack. I'm Grand Magnus Kirkin of the Order of Immortals. Field Marshal to the Lights. Na megjelent a halhatatlanok rendje. Fine. I know who you are. Seen the posters. Join the fight. So, Jack, are you going to? Aha. Tehát ez volt a prológus, nyilván. Akkor most kapunk egy cutscene-t, ahol Jack elmegy az Immortal szektával, és megkapjuk a kiképzésünket. Gondolom. Okay, back up. This world? That's right. There's another under this one. The Shrouded Realm. That's where magic starts. Where the ley lines pour out from. Look at them, Jack. Try to see the web they make. Do I tök fura? Close my eyes or something? No. Jack arca csak azért tűnik furának, mert hülyén van bevilágítva, mert Kirken arca valahogy sokkal szebbnek tűnik most. Akkor lehet, hogy Jackét csak hülyén világítják be.
everywhere. Yes. They cover Avium like a net, bathing it in magic. This is why we fight in the Everwar. Politics, land, ideologies, all of that is secondary to the control of magic. Who's we? The Magnai Orders. The armies those orders command. Now that the kingdoms are either lost or scattered, only Lucium remains to resist the tyrant of Rashan. Sandrak. Jó, kis és szegényesek lennének a hangok. More and more, he drives our forces into the womb itself. Passing them down into that bottomless hole. Under the watching judgment of the Pentasod. If it approves or not, it's never bothered to tell us. Ja, komplett hangsávok hiányoznak. Hát ezzel állunk szemben, Jack, úgyhogy bízunk benne, hogy majd elintézed. Az egész szekta meg az egész világ számít. Hát. I'll fix that. Ja, ez így megy. A zenéje az jó. Láttunk már ilyet, hogy így játéknak a címét az intróban kétszer írják ki? Látjátok? Veletek esek át a tűzkeresztségen. Shit. You've never seen the Pentasod up close. You saw how I lived under a giant bridge. A giant bridge, sir. Use it. What Rashan did to your home in Saren, they've been doing everywhere. Sandrak's forces are relentless now that Kalthus has fallen. This was all a sanctuary settlement of refugees fleeing the front lines. Before it became just another battlefield. It's as good a place as any to continue your training. This place is empty. Sandrak massacred everyone? Your sigils will help you focus your magic. Make it accurate. Keep it level. Most tréningelni fogok. Prevent it from killing you. Your sigils mark you as a battle mage of Lucium and the Light's army. A Magnus. Yes. Now, get ready to fight. Magnus. Fight what, sir? Battlefields have memories, Jack. I'll wake them for you. Ah!
bíseme a su magnus. Again. Good. Szóval te vagy a Sigil. Várjunk, nekem lesz itt valami. Ah, itt vannak a spellek. Jó, a journal. A talent fal az később fog megnyílni. Jó. You weren't entirely without magic when we met. Innately, you knew how to defend yourself with it. Yeah, I really just knew how to clean weird gunk off the underside of a bridge. We all start somewhere. Ó, olyan ez a játék egy picit, mintha a... Hú, melyik volt ez a PS5-ös közelnyitó cím? Godfall. Mintha Godfallnak látnám egy FPS változatát, csak nem annyira ilyen szemrákot okozó minőségben, de nagyon-nagyon hasonló vibe-on van. Van itt más szétszedni? Ó! Ilyeneket tudok. Go to that spell altar there. It will teach you how to summon a shield. Oké, okay, mindjárt megyek a Steinhoz, nem kell aggódni. Szétnézek, mik vannak itt. Semmi. Na, mutasd a shieldet. Vagy ez L2 lesz? Wow, wow. I feel invincible. Take it easy, conscript. You're still vincible. Now let's see what you can do. Ja, ha ezt egyszer aktiválom, akkor azt addig kint tartja, amíg inaktivál, nem addig van kint, amíg lenyomva tartom a gombot, hanem folyamatosan, jó. Na, gyertek. Called a triarch, Jack. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three colors of magic. Some magi only know certain colors. There are benefits to it. The more limited your palette, the easier it is to master. The triarch trades that mastery for versatility. That altar there holds your first red spell and a sigil to harness it. Az első piros spellem, hallod? Még úgy hívja rendesen, az első piros spelletet kapod meg. Okay, do I take the blue one off? What? What? Oh, okay, I put the red one on my left arm. Got it. No, just reach for the red sigil, Jack. Reach fire. Neat. Yes, neat. Now take the spell. Ugh. It feels angry. Spells are alive, everyone. Red magic is particularly violent, but the sigil will bend it to your will. Ez miben más, mint az előző? Close range level. Don't allow them to close in on you. If they do, switch to your red magic and blast them back. Know which of your colors is best in any given situation. Don't get overconfident. The Rasharnians will always have you outnumbered. Megpróbáljuk egy kicsit nehezebbre rakni.
Ó, kurva faszán vált viszont a karomon ez a képesség. Na vajon? Aha. Valahol vicces egyébként, hogy ezek a szarok is, tehát szarok, tehát ezek a karakterek is úgy hivatkoznak ezekre a képességekre, hogy kék képesség, piros képesség, zöld kristály, meg ilyenek, tehát valahol praktikus, csak fura. Some spells are not focused through your sigil, but through a totem. Take that one. Whoa! I can feel it coiling. What is that? It's a lash. You can use it to pull enemies towards you. Most of them, anyway. Hmm. Larger ones, not so much? Not so much. Aha! Oh, de fura! Mi ez? Majd... Jó. Health kristály. Lehet, hogy ezzel tudom majd dövelni a HP-mat. MBD ki, szia! Hát Green magic. Guessing this spell emphasizes the death part. There is a war to win. Begyűjtök mindent, amit kell. This altar grants you the animate spell. Kíváncsi leszek, hogy a oktató szakaszon túl mennyire lesz kihívás ez a játék. Félreértés ne essék, én nem az az ember vagyok, aki vadászik arra, hogy minél szapatósabb legyen egy játék, de azért kíváncsi vagyok. Egyébként... Wow. Tehát, ha ilyen zöld szarokat látok, akkor manipulálni tudom. Jó. Na, amit mondani akartam, hogy képzeljétek el, hogy sikerült azt elintézni, hogy az Elden Ring DLC megjelenésére Tommy és valószínűleg Norman is itt lesznek, és ők fognak majd játszani vele. Tök jó, úgyhogy ezt ne beszéltük? Úgy lesz egy ilyen faszaladás, amikor meg kijön a DLC.
Aranyat is tudok gyűjteni. Izgalmas. De akkor lehet, hogy fog gondolom kereskedni. Szűk a tér, ide a közel harci fegyvert veszünk. Na, lehet jönni. Jó pofa ez a harc rendszer, amúgy tetszik. Felkapaszkodni nem tudok. Egérre egyszerűbb lenne irányítani. Itt konzolon egy kicsit hiányzik az autóim. Lehet, hogy csak nem néztem utána. Na mindegy. This is training. You mean you? You just give me one and boom? Boom, sir. And yes. Then tell me about the Order of the Immortal, sir. Back in Saren, you said you were their leader too. That's a... Are they a different thing? The Immortals are more than soldiers. We're the champion protectors of Lucien. It's masters of magic and order elite. We're the tip of the spear. How many immortals are there, sir? Hát figyelj, Immortals of Eveonból nem is lesz bemutató. Hogyha ez a kérdés. De egyébként a videó elején mondtam, hogy csak kíváncsi vagyok rá. Megnézem aztán. Aztán annyi. Egyébként nem egy vészes cucc, de hát ez így az Electronic Arts által kitalált árat még csak közelítőleg sem éri meg. Eddig. De hát van benne jelenleg mennyi? Egy órám? Oh. Jaj, le kell vernem onnan ezt a szart. Nem tudok odáig előlni. Ez a shield egy érdekes dolog lesz. Így, hogy az ellenfélnek is lehet. Mondjuk azért ezt nem érzem, hogy ez a harcrendszer olyan bonyolult lenne, hogy egy ilyen hosszú tutoriált igényelne. Tehát meg lehet kerülni ezeket a shieldeket. While you constantly draw magic from the shrouded realm,
It can drain quickly in combat engagements. Tehát a harcok feltöltik a mágikus képességeket. Use them to replenish your magic quickly and stay in the fight. Valamiért én szorgosan gyűjtögetem most ezeket a szarokat, de nem tudom, mire lesznek jók. This way. A single Magnus of the Light's army with the right training. Jól van, elég lesz már a duma. Propelled Sandrak's forces here. Saved the lives of those that called it home. Yeah? And why didn't they? We can't be everywhere at once. So kind of like Saren then. Save that anger for your final challenge. A végső próbatétel. What the? What is that? Prepare yourself, Magnus. Ó, passza meg! Aha. Na, és akkor itt tudok mindenféle cuccokat magamra aggatni. That was impressive. The Oathbroken of Kalthus are a difficult challenge. Thank you, sir. High marks all around, Jack. Meet me topside. Those were just spectrals, sir. When do I see a real fight? In time. There's more to learn than just spell casting. Like what? In your case,
self-control. Tanulj önuralmat, harcos. Why the frown, soldier? You've done well today. Look, sir, I don't want to do this part. The just a soldier thing. Don't get me wrong, I'll fight. I promised a friend I would. Dead Space remake. Promised my family. Hát az zseniális. Dead Space remake az zseniális. A Stellar Blade az még nincs nálam. De tudtok, hogy a Stellar Blade kódok már kikerültek volna? Mert hozzám még nem érkezett meg. You're training me personally. You command the entire army of Lucium, and it's just what? It's oh, hey, how about I raise a few phantoms here for this kid I just met because I guess I got time to spare? It absolutely works that way. Because then that makes you special. That's where this is going? Tell me, just how many soldiers do you think Lucium has left to train? Callisto Protocol szerintem nem fogják folytatni, viszont én hallottam olyan hírt, hogy spin-off készül belőle. And we're still losing. Sandrax literally pushed us to the edge. Oh, I... well, Yeah, I like your spirit, Jack. I like you. I found a child so lost and so angry whose new powers could easily make them a threat to the kingdom I protect. The choice was either to kill you or to turn you into a weapon against Rasharn. Because we need everyone. Miért pulzál a csajnak a haja? Észrevettétek? Mintha ilyen ilyen perisztartikus mozgást végezne, látjátok? You'll put in the time on the front lines like everyone else. How much time are we talking? Magnus on deck. Maradj a seggeden. Szívj egy jointot. Our attention. Thank you, Marshal. Anyone that stood up needs to stay that way. Their next wave is moving in, and we've got positions that need bodies. The Rasharnians capture this ley line. We can all lie back down. Permanently. You're with Barker, right? I need him to line up his strike protokollosok dolgoznak egy új játékon. Yes, sir. Egyébként nem tehetségtelen csapat, tehát nem bénákról van szó, csak a Callisto protokoll nem sikerült jól. De az jellemző egyébként, hogy a főnökök az el is hagyta a süllyedőhajót, a Glenn Schofield. Good. You're Holland Mead's oldest, aren't you? Yes, sir. You've got a fear in your eye you don't need today, son. Sorry, sir. Today's the day they turn tail. I know these things. I told your father the same thing at Sundown 10 when he was your age. Sure enough, it happened. Egy kicsit túl vannak tolva ezek a cutscenek. It's easier to swallow when you're immortal, sir. That's just a silly name to make our enemies cry at night. But this is real. No Rasharnian spell gets through this today. Thank you, General. Hát igen, Coldfear az nálam is azért volt, az nálam is egy ilyen fura dolog volt, a Callisto protokoll, pedig rohadtul vártam pont a Dead Space-es referencia miatt, de lehet végül nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és nem csak nálam, tehát a piacon is hatalmasat bukott a játék. Death Stranding Director's Cut-ot PS5-re abszolút ajánlom. Egyébként a Death Strandingnek szerintem kifejezetten jót tett.
az azóta eltelt idő, a megjelenés óta eltelt idő. Tehát most egy picit máshogy látom a Death Stranding-et, nem jobb, nem jó játéknak, de lényegesen jobb játéknak, mint eddig. Az a helyzet, hogy minél több open world játék jelenik meg, annál, az annál jobban áll a Death Stranding-nek. Our only focus right now is holding this ley line tower. First thing that happens if Sandrak gets it, he points the ley lines straight at our rivers. And our rivers decide they're not real. Kíváncsi vagyok, hogy mi történik. Semmi. An intelligence briefing showed me Sandrak can attune the rest of the towers he's captured to this one. Szerintem ez a történet egyébként nem igényel egy ilyen mérhetetlen hosszú felvezetést. Mióta? Hát most már lassan 70 perce játsszuk ezt a játékot. És még mindig mondják, hogy fúj, nagyon komoly, nagyon mély, nagyon súlyos a háttérsztori, meg itt most már aztán tényleg valami nagyon-nagyon csúnya dolog történik az emberekkel, de konkrétan ellenséggel még nem találkoztam. Tehát a Battlefield-en küzdöttem projekciók ellen, meg egyszer megtámadtak minket a városunkban. Ott volt egy pár perces csetepati. De ennyi. Ez jól néz ki. De ezzel legutóbb leromboltak egy fél platformot. Jó, hogy ez a pajzs ezt a lövést is visszaveri? Intelligence briefing say that, or are we just hoping that's the case? We're just hoping. Today's the day they turn tail, sir. Switch on and get to the forward bastion. Yes, sir. Jack. You help us win this. I'll know you're ready. Nyerd meg a csatát, és akkor készen állsz. Hát, hogy a fasz. Na, először is én... Oh! Már veled nem akarok többet beszélni, így is sokkal többet dumáltuk a keletén. Mit vannak itt? Nem gyűjtögetek sem, ez nem tudom micsoda, ezt meg gondolom unlockolni kell. Az igen. A zenéje az eléggé penge. Hát te! Azt mondta, hogy vége? Ez már itt a komoly része a dolognak. Mit akarsz? De hova mész? De ezek közel ellenségek, úgyhogy igazából... Oho! Próbáljuk ki, hogy ott maradnak-e a pajzs mögött, vagy közelebb jönnek idővel.
Kíváncsi vagyok. Gyűjtöket összem. Hú, bazna. Te valami boss vagy. Collect arcanum by defeating enemies and exploring Aveum. When your arcanum bar is full, you earn ascension that you can use to buy new talents. Ah, most kapom meg a skill fát. Aha. Tehát a kék, piros, zöld. RGB. Skálákon tudok fejlődni. És hogy van ez? Jó. Majd időre fejlődgetünk. Ú, de jól néz ki. Imádom az ilyeneket, ezeket a beállításokat. Így érezheti magát a fiam, amikor kikapom a babaöbölből. Anyád, de jól néz ki ez a szobor. Tessék, vigyázz, mit kívánsz. Repülj, haver, repülj!
Jó. Great. Where the hell am I? Na, az biztos, hogy most már nem harc közben vagyunk. Jack! Ne már! Örültem, hogy megszabadultam tőled végre. I made the thing mad and it dropped me. Think it's heading back your way. I need you to do the same. Now. Rasharnians are this close to breaching the Kurva aljának parancsolgassa. Just let me get my bearings. You want to make selection today? You better find them fast. Egyiket ezeket van értelme szétlövöldözni, ezeket a dzsuvákat? Mármint, hogy ezeket a hülye kristályokon túlmenően adnak ezek valamit? Ott van az a szar. Hopp, itt rökköd egy ilyen kék dzsuva. Na mindegy. Nézzünk el erre. Shatter Ring. A troll. What are they doing out here? These are the leaders. Szebasz! Átadtam az elporladásnak. Szép volt. Szóli büszke lehetsz magadra. Na azt mondja, hogy itt mi van bent? Á, egy titkos helység egy ládával. Ezért is megérte ide jönni. Sort of. Blue Essence. Nekem kicsit az az érzésem, hogy nem nagyon vannak olyan cuccok ebben a játékban, amikért megéri kinyitni ezeket a ládákat, vagy csak eleinte nem dobálja ezeket? Tehát... mi volt ez? Enema! Na várjál! Talent fajt dolog, gear. Bracer. Nem tudom, mit vettem fel az előbb. Ezekből lesznek majd újabb holmiaim, nem? Shatter Ring. Akkor ezt felvettem. Hoppá! Fasz. Ó, bassza, nincs hölt kristálya. Nem volt valahol egy eldugva? Ott van egy. Pajzsot valamiért nem használom. My bad.
Oké. Olyan a lenti ösvényen is erre jutottam volna föl? Van rá esély. Az ott mi? Na te mi vagy? Hát nézzük meg buliból. Feljebb menni nem tudok. Ó, és van még itt még egy láda. Szuper. Aha, hogy ki ilyeneket lőttök. Lai nincsen tugozásba víve egyébként. Olyan... Van, szó, de... De semmi extra. Láda sehol. Jó, ott fönn fia vagyok. Markolac, köszi szépen! Hogy itt van egy ilyen. De vajon merre kell menni? Arra? Vagy erre? Valószínűleg a másik irány lesz az. Ó, Cinder Ring.
Egyébként, ha ennek vége, én nem fogok a jövőben ébeumozni, az szinte biztos. Viszont most már van fogalmam nagyjából arról, mi ez a játék. És ez nagyon jó, mert a véleményem, amit egyébként abban a rend videóban mondtam, az nem változott. De most már tudom, hogy körülbelül miről van szó itt az éveunk kapcsán. Ez most Blast Wave. De nem fogok tudni bejönni. Szóval bent egy kurva jó láda, és nem fogom tudni kinyitni. Te basszatok már ki velem. Mindegy. Na bazd meg! Hát nem is tekerhet titeket. Tényleg ebben van Perry? Ezt kell majd a zöld mágiával lejjebb húznom, ugye? Ha megtalálom a trigger pontot. Ott is van. Aha, hitőzítős. Ravasz. Le kell majd jönnöm. Innen már nem látok rá, tehát nem tudok visszamenni. Jó, hát akkor ami ott maradt, az ott maradt. Oké. Valami jó nagy kábel szakadt, mi történt? Remélem, hogy kolosszus méretű döggel kell majd megküzdenem, az úgy fasza lenne. Na. Ez majdnem az. Shit. Sir, a Rasharnian airship wearing order of masks colors just flew over my location. Going to check it out. Negative. I need you back here. We know it's headed in the same direction anyway. Kevesek vagytok. It's not bearing for the front at all, sir. They seem interested in some kind of temple way out here. An Order Magnus is beyond you, Jack. Debatable.
Sir, it's the hand. You're sure? Okay then. Definitely sure. This just got very important, sir. Agreed. You're clear for recon only. Follow, but do not engage. Find out what the hand is looking for. Kirkin. Maybe engage a little. Csába. Jó. Kicsit többet kell köröznem az akadályok körül. Ennyi. Ízé porrá lettek purgálva. Ezt így kell csinálni. Nyomorult seggfejek. Tudom ezt aktiválni? Kéne egy portál haza. Nem, lakat van rajta. Hát akkor erről ennyit. Oda kéne bemennem. Csak hogy én leleményes vagyok és szétnézek itt fent. Hát ha vannak mindenféle felszedhető ládák, mint ez itt. Mi van még itt hátrébb? Mindenféle rejtett érdekességek. Például ott, itt, valami, semmi. Mi a fasz volt ez? De tényleg? Böcsöm, ez sebez? Ez is kiderült. Jó van. Hát akkor... Várjuk, itt nincsen full damage. Nagyon ezt nem akarom kipróbálni, de a gyerek szerintem mérhetetlenül komolyan nem veszik az ilyesmit. Nem baj. Arra kell menni, itt nincs semmi. Na lessük meg itt mi van. Az az igazság, hogy igazából ez nem egy rossz játék. Ez csak nem egy 20.000 forintos játék. De ez nem egy rossz játék. Ez megint ugyanazt tudjátok, mint amikor a Sony beáraszta az indie játékait AAA-ra. De ez amúgy tök rendben van. Most nézzetek meg ezt a csarnokot, tök jó ki van dolgozva. Ez változatlanul nem értem, hogy ez mitől... ehhez miért kellett az Unreal Engine 5, de... ez faszán meg van csinálva. Ez egy korrekt munka. Nyomorult fejlesztő, gondoljatok bele, hogy ott vannak a... láttátok azt az üdvözlő üzenetet, amit felolvastam a játék elején. Tehát ott vannak a játékukkal, tök lelkesek és elégedettek azzal, amit csináltak jelzem joggal. Az Electric Arts felkarolja, tehát még pénzüknél is vannak. És
backhookre beárazzák egy olyan összegre, amit abszolút nem indokol a játék minősége. És szegények kaptak utána hideget, meleget, pedig ők csak egy tök jó játékot akartak összerakni, és csak örültek annak, hogy felkarolta őket egy nagy kiadó, egy elektronikát, ez egy indie játéknak egy hatalmas szó, tehát nyilván mindenki pénzből él. És az, hogyha a játékodra igényt tart egy ekkora méretű cég, akkor az egy nagyon hízelgő dolog. Tehát én is, hogyha játékot fejlesztenék, és az Electronic Arts azt mondaná, hogy hú, figyelj már Zoli, ez kurva jónak tűnik. Mennyit kérsz azért, hogy az én logóm alól menjen ki? Hát én lennék a legboldogabb basszus, mert rányomtam egy kazalévet az életemből, és itt van egy nagy kiadó, aki ezt hajlandó megtéríteni nekem. Hát ez egy fantasztikus érzés lehet. És akkor ott vagy, hogy szétekéznek azért, mert a kiadó, meg úgy döntött, hogy na hát akkor ez szerinte AAA. Te meg ott vagy, hogy szerintem ez egy tök jó játék egyébként, csak hát elbaszták az árazást. Ennek a játéknak nagyjából egyébként ennyi baja van. Hát amikor ingatlanoztam, én voltam ingatlan ügynök elég sokáig, egy évig talán, és ott volt egy olyan tézisünk, hogy nincs eladhatatlan lakás, csak rossz áron van. És bebizonyosodott, hogy tényleg, tehát, hogy a szart is el lehet adni, csak jó áron kell adni. Ezt nem tudom, miért mondtam el. Ja igen, az évem árazása kapcsán. Hál' Istennek, hogy itt nem arról van szó, hogy a játék szar lenne. Láttok itt kék jelzést valahol? Kék kristályt talán ott, de oda nem lehet eljutni. Oké, Junior, akkor... Ott van egy kék. Akkor csak itt lesz valami megoldás. Ja, akkor csak azt kell aktiválni, ami ott van. Nem tudom, hogy mi a helyzet. Nálam nem szaggat PS5-ön az Immortals of Aveum. Nálam egész jól megy. Ó, ezt a spinét ki kéne csinálni. Szépek az arcok. Sokkal szebb az arc egyébként, mint az Alone in the Darkban. Ennyi. Megint berogyasztjuk a mennyezetet. Ellevitelsz, fasza. Találkozunk még. Jó, ez. A szány segédeidet majd én kezelésbe veszem. A kurva életbe! Hogy jutok ki innen? Na, menjünk fel oda. Előbb. De annyira azért nem volt ez nagy megfejtés. Várjál. Ah. Valahogy ezt fönn kéne tartanom.
Értem a problémát. Á, megszerzek egy új képességet. Ha. Aha. Limpettel le tudom lassítani az ellenfeleket. És hogyan? Szóval melyik gírbe kell berakni? Ez automatikusan aktiválódik, vagy ezt valahogy nekem be kéne kapcsolnom? Aha, itt mutatja meg, D-pad lefele, jó. Aha. With some kind of artifact. Aristan, by the look of it. I couldn't stop her. Understood. Get back to the front as fast as you can. We've got soldiers pinned down by that howler near the West Passage Gate. I'm on my way. Jó, megyünk vissza harcolni. Elszalasztottuk a lehetőséget, hogy a görénytek. Sárkány! Remélem, ezeket nem kell majd visszamenőlegesen aktiválni. Jó, menjünk erre. Na bazd meg. Az időlassítás nem is akkora fasság. Most már nagyon érdekelne az aranyja, amit lehet kezdeni. Persze, hogy egy aréna harc.
No to znam. Mi a fasz? Oké. Itt több képességet is aktiválnom kell. Lassítanom is kell, pajzs is kell. És... Az meg a frász jött rám. Köszönöm. Szólj meg. Kurvára kéne HP. Hoppa! You had something to do with that. Just doing my part, sir. You did well today. Thank you, sir. But the hand of Sandrak. Any idea what she might have taken from the temple? I'll look into it. You though. You're going to be late. Get to the Palathon. Menj a Palathonhoz. Selection starting soon. I mean, the Palathon's kind of a hike. Isn't there like a field promotion you could do? Nope. Come on. You and me, ushering in a new tradition. Battlefield selection. No more long lines. Dismissed.
Ez szép, jól néz ki. Because she believed in me. What's that? That's why I wanted it. Want it so bad. I need to prove to myself Luna was right. Jó van. Oké, srácok, én a mondó vagyok, hogy ez így gyakorlatilag kilépőnek jó is lesz. Rápróbáltunk az Éveumra, és ez egy tök jó játék, főleg annyiért, amennyiért most a PlayStation Plus-ban kínálják nekünk, nektek. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A stream elején is mondtam, nem ígérem, hogy folyamatosak lesznek a streamek, de ha találok olyan játékot, amit nagyon szívesen játszanék veletek, nektek, akkor mindenféleképpen fogok csinálni ilyet, vagy beszélgetős anyag lesz, vagy bármi ilyesmi. Jó? Úgyhogy ezúttal is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk, nem tudom mikor, maradjunk abban a legközelebb. Sziasztok!